Trust me, I'm an engineer. Oh shit, I think I'm out of here. De szép időnk van. Az a gyönyörű csütörtöki napon mit csinál egy influencer? Most őszintén. Tudom, hogy videót kéne gyártani, de miről? Nézzünk körül itt az udvarba. Lehetne videó mondjuk a merga lakatolásáról. Már egész jól alakul. Nem, majd lesz róla. Akkor itt van a kedvenc hercegnős bögrémnek a tartója, a konvé zsiguli. Erről is lehetne videó, csak jelenleg elállja az útját a Merci, pedig már van benne ülés. Róla nem valószínű, hogy lesz videó, lehet, hogy el fogom engedni a kezét, még nem tudom. Valamit csinálhatnánk akár vele is. Trabant. Várjunk csak. Na most így ismerős, valami dereng. Mintha lett volna már valami hasonlót. Vagy lett volna valami nekem ilyenem. Trabant? Trabant! Mászlom, ide raktam a lemezgarázsba, várjál, valahol volt nekem egy ilyen... Nem, rossz lemezgarázs. Jé, ez még megvan! De jó! Ki a tököm rakta ide ezt a virágföldet már megint, baszki? Na gyerekek, believe in the journey. Én meg ezt itt elfogyasztom a kávémat, aztán... Előássuk a trabantomat téli álmából, mert találkozóra kell vele menni, mert már régen volt amúgy is kint. Gumik sín laposak. Az meg megrozsásodott a felni. Elhanyagoltam szegénykét. Ez most változni fog. Hát gyerekek, ez ide jó beépült. Mind a négy kerék lapos. 2 méter vastag porréteg van rajta. Körbe rakva minden szarral, mert ugye a család beköltözött ide is. De jó, de most kiszabadítom, és tényleg összerakom a gyújtákat, és meg lesz csinálva, mert ez nem állapot, ami jelenleg van. Már termelődik a kompresszorban a levegő, erről a kis kompresszorban is van nagyon-nagyon gány és trehány javítós videó MH-blog 2-n, menjetek át, nézzétek meg. De most először elpakolok innen, földuranjuk a kerekeit. Hát gyerekek, ez úgy van, ahogy leraktam. Isten tudja már mióta, majd utána nézek a videókban, hogy körülbelül mikor raktam ezt le. Hát ja. Ugye elkezdtem a dolgokat. Nem tudom, mennyi videó felvétel maradt meg erről a dologról. Ki vannak boncolva itt. Az mindenki gyújtás elektronika szar. Az összes fekete dobozom, még a fehér is szar. Úgyhogy vettem egy... Azt hittem, van repedve a szűrő, de nem. Vettem egy elektronikus gyújtást, azt fogom most bekötni. Aztán az aksit fel fogom rakni most töltőre, mert valószínűleg döglött. És itt a kábeleket elrendezgetem, kipucolom, aztán majd később szerintem kap egy motortér fényezést, mert ugye ez verivel, sprayvel van lefújva, mert ugye annó úgy csináltam. Ezt lehet, hogy meg kéne fújni pisztollyal normális festékkel, majd akkor, hogyha nem lesz benne mondjuk motor, előfordult. Úgyhogy első körben megfürdetem, mert tiszta pókháló az egész, tehát gyakorlatilag full pókháló az egész autó. Nem költöztek bele egerek, hál' Istennek, tehát az egész belseje rendben van. Ott csillog benne a pókháló, arachnofóbiás nézőim előnyben. Nem büdösödött meg, kicsit ki kell porszívózni, de tulajdonképpen ennyi, itt vannak a papírja is, még mindig. Jó, hát ez fantasztikus, ez még mindig ugyanolyan, mint amilyen volt. És most hagyom megszáradni, mert úgy könnyebb rajta dolgozni, aztán majd lesz egy rendesen mosás is, mert ez még csak leveredtem róla a por, de még ha megnézitek, nagyon vastagon retkes az autó. Talán látszik. Tehát vastagon retkes az autó. Lehet, hogy be fogom adni egy ilyen tisztítós céghez, vagy valami, polírozzák föl, vágják rendbe, de először
tökéletesen kell működnie. Na gyerekek, a mai videóban ezt a Trabant 601 elektronise hall Zündungs Grundplatte alkatrészt fogjuk beépíteni, gyújtás lap, ami egy haljeladós gyújtás, és tulajdonképpen ezt fogjuk most beépíteni, amit már megvettem másfél éve. Gratulálok, Tomi, ismételten a halasztás, a halogatás, meg minden. Jé! Megvan a kis tízes régi csavarkulcsom, de jó! Első körben elolvasom itt a gyártó véleményét, hogy mit, hol és merre. Aztán kivesszük belőle a dobozt, bekötjük a helyére ezt, mert elvileg ehhez nem kell doboz. És onnantól, ha minden szép és jó, akkor van gyújtásom, mert amúgy meg volt gyújtásom. Igen, itt ezt a teszt összeállítás, ezt innen eltakarítom, mert jó a trafó igazából szerintem. Na gyerekek, be van kötve, kidobtam belőle a fekete dobozt, ott virít benne a gyújtás elektronika. Tesztet nézünk, hogy egyáltalán jó helyen gyújt-e vagy hogyan, mert nem volt teljesen pontos ez a leírás, vagy nem is tudom, nem teljesen pontos, egy kicsit nekem így nehezen értelmezhető volt, tudom, én csak egy mérnök vagyok, én nem értek az ilyesmikhez, de na mindegy, elvileg jól raktam össze. Gyakorlatilag meg valószínűleg, ha hiba van, akkor vagy fel van cserélve a két henger, vagy rossz irányba néz az a mágnes ott középen. Hát akkor át kell fordítani a másik oldalra. Más nagyon hibája nem igazán lehet. Vagy át lehet fordítani 180 fokkal a gyújtáslapot is. Meglátjuk.
Kicsit levakartam az olajos retket a tankról is, meg onnan a helyéről is. Lejött belőle 2 liter jó sárga, majdnem zöldes sárga benzin. Hát nem mai üzemanyag, az biztos. Most kap frisset, aztán az szerintem működni fog. Nem tudom, hogy jól raktam-e föl a gyújtáslapot, vagy fordítva kell felrakni, azt mondjuk is ki fog derülni az első próbálkozásokkor, mikor megpróbálom belőni a gyújtást a felső holdpontra. De ezt most gyors visszarakom, és akkor már lesz benzin is a kocsihoz. Na, lássuk, gyújt-e. Ez gyújt. Elméletben felső holdpontnál gyújt, tehát körülbelül jónak kell lennie, ezzel elvileg el kéne indulnia. Tegyünk bele friss benzint. Kárpitos Ádának megköszönöm szépen ezt a kis kormányburgonyot. Igazából 4 éve, hogy megbeszéltük, hogy nekem ez kéne. 3 éve adtam oda, 2 éve hoztam el, és 1 éve figyel a polcon. Szóval tök jó. Nem siettük el a dolgot, az biztos. Se én, se ő. De, oda néz, ezt a bőrkormányt ilyen mindenkinek nem lesz a trabantjába, csak az enyémbe. Nos, hogy megvagyunk ugye nagyjából az autóval, egy belső takarítást fog kapni, aztán mivel ugye leveredtem vízzel, tiszta vízkő az egész autó, kap egy külső mosást mosószerrel, meg át fogom törölgetni, és akkor nem lesz vízköves, és akkor mehetünk vele egyet találkozózni, mert miért ne, ha már egyszer előszedtem egy évben egyszer, akkor legalább bemegyünk vele valahova. Kipróbáljuk rajta ezt a kis Cleancraft porszívót. Vetket 118, igen, szponzor, nem baj, kell a szponzor videóba és a content, meg a trabantosba is, meg tisztaság kell a trabantba. Jaj, de jó kék, az még kékebb, mint emlékeztem rá. Na gyerekek, ez csillog-villog, ahogy illik. Ami még hátra van, az üvegnek a lepucolása, nincs itt a ablaktisztító, azért az elmaradt. De mindjárt majd hozok, úgyhogy találkozóra kész a járgány. És bocs, hogy nem jelentettem belőle, hogy ott leszek, de civilként akartam kimenni, és nem akartam a srácok elől ellopni a showt. Meg nem akartam vele közönség találkozót csinálni. Akkor vágás találkozóra, vagy lesz még videó, megpucolom az ablakokat. Vagy inkább elfogadom nekem hinni, hogy megpucoltam. Aztán igazából jók vagyunk, a Trabant fölé lett. Volt reggel egy kis probléma a Trabanttal. Név szerint az egyik trafója megdöglött. Ismételten. Remélem most ezt ki fogja bírni ezt a napot. Mert ha nem, akkor nagyon nem szeretném, hogy így legyen. Évente egyszer veszem elő. Egy találkozóra elmegyek vele. Legalább azt bírja ki. Faszom. Remélhetőleg most ki fogja ezt bírni. A benzincsap még mindig szar, inkább nyitva hagyom, a picikét csöpögjön, de hol zár, hol nem zár, ez nagy szar úgy, ahogy van. Meg kell csinálni azt a szerencsétlen elektromos csapot. Hát azon majdnem nem értem ki, az új gyújtásnak a csúszó gyűrűje, illetve a jeladó gyűrűje. A frankon elfordul a helyén, úgyhogy most is szépen csak finoman nyomom neki, nehogy megpörögjön, mert akkor megint elmegy a gyújtásom. Faszom, még az utánjáró gyújtás se jó.
elektrósnak kellene a fosnak lennie, ha tetszik, hanem ha műszak is, hanem ha rendszámos, hanem. Mert ez így nem állapot, a faszom. Mindegy, trabantozokat, én már csak örülök neki, de alig pár kilométer csak bírja ki. Istenem, hú de ideges vagyok. Állap az útba, az jó lesz. Te is ide vett a fene? Ja, most voltunk pár napról. Ketten vagytok, miért nem osztatok a másikat? Tele van mindenféle alkatrésze, inkább nem hozzá, ja. Miért adod a benzinest? Csináld meg őt! Mit keresel itt a szép autók között? Ezzel? Most őszintén. Itt nincs, nem közötte, mellette. Itt nincsen, ott van. Ennyi, Peti. Nem keresek egyébként semmit, csak mondom, hogy... Legalább visszatod, puszoltad volna ki. Pályalapra jövök, hagyjál már. Eddig rúgattuk az autót. Szégyent hozol rám. Én kijövök ott a szép Trabanta, ott. És kiír idáig, majd. Amiben rakom a hüppelt. Jó, csak egyszer rohadt le egyébként, csak egyszer rohadt. Amolom voltunk. Addig érté. Nem tudom. Nem bántjuk szegény autót, mert az szép, meg jó kis strandkorlát kék. Kap be. Tényleg olyan színe van, bazd meg, ez a színkódja. Hát srácok, megvolt a tali is, a Trabant kiért, bár volt egy kis idegeskedésem, mert hát megforgott a gyújtáson az a kis műanyag gyűrű, ami a jeladónak a mágneseit tartotta. Ezen kívül más műszaki hibája nem volt, kivéve, hogy most egy pár napig kocsikáztam vele itt a környékben, mert mégiscsak örömködtem, hogy tök jó működik. A két első fékem elfosta magát megint. Úgyhogy a két első fék munkahengerből gyakorlatilag dőlt az olaj, el is folyt a fékfolyadékom, de hál' Isten még éppen hazaértem vele gond nélkül. Nagyon kellemetlen. Úgyhogy hát a Trabanttal most ebben az évben nem nagyon tervezek kezdeni már semmit, mert nyár közepe van, mire ez leműszakizna, akkor már nyár vége lenne, akkor meg már minek. Térre meg amúgy sem veszem elő. Gyakorlatilag úgy vagyok ezzel szerencsétlen autóval, mint Csikós a Szent Szobor Mercivel, hogy tök szép, meg minden, de hát nem igazán jó még. Illetve hát nem lenne ez rossz, csak lehet, hogy újra kéne csinálni az egész fékrendszert rajta, mert gyújtást még állítani kell, mert fordulaton nem teljesen jó, de szerintem még az a gyűrű nincsen jó helyen, és vagy még egy kis előgyújtást kell neki adni. Meg a karbin is kéne állítanom, mert melegen egy kicsit sokat kap. Tehát melegen túl sokat kap, hidegen tökéletes, melegen egy kicsit sok neki. Hát a szivató karja nincs teljesen jó helyen, és nem zár el teljesen. Mindegy, most nem fog lefoglalkozni. Igen, tudom, megint be fogom tuszkolni a garázsba. De amúgy már szerettem volna eloszlatni a Conteókat, nem adtam el a Trabantot. A Trabant megmarad, ez az autó nálam marad. Egyrészt, mert annyit kötöttem már rá, hogy ezt egy pénzügyi csőd lenne eladni. Másrészt meg én nagyon sajnálnám, mert ez az első autó, amit úgy tényleg rendbe vágtam, és jó volt, és használtam is. Csak hát most egy kicsit parkoló pályára került. Majd valamikor beépítem ezt a kis elektromos benzincsapot, ez egyébként egy benzingázos autókba való elektromos benzincsap, ha valakit érdekel, 12.000 forintért lehet kapni, nem egy nagy tétel, sima kis elektromágneses csap, aztán majd a következő Trabantos videóban találkozunk. Addig is én örültem neki, hogy legalább így ennyire kijutottam el egy találkozóra, erre az évre megvolt a Trabant szerelés, és majd megy vissza szépen a garázsába. A kommentekben miatt lehet hőzöngeni, de én ezt nem adom el. Úgyhogy srácok, ennyi volt ez a kis videó, remélem tetszett. A Trabant újraélt egy picikét, én pár napig csak trabantoztam szinte, és hát megy vissza a garázsba. Igen, csak magánúton mentem vele, meg magánterületen, meg lezárt szakaszon, igen.
Úgyhogy ez egy ilyen kör volt, srácok. Következő videón találkozunk, addig is. Iratkozz fel, lájkolj, és sziasztok!